Sziasztok, újra itt vagyunk. Karácsony előtt szokásosan főzni fogok. Ez most egy bonyolultabb meccs lesz, nektek is meglepetés, őszintén szólva, nekem is meglepetés. Meglátjuk, hogy mennyire fognak velem kibabrálni. Én meg majd eldöntöm, hogy veletek mennyire fogok kibabrálni. Ezt a nyavajás sapkát azért tartom itt, mert én valójában ebben akartam csinálni ezt az egész műsort. Szerintem állati jól nézek ki benne. És az összes csávó, meg csaj, akit velem szemben van, azt mondta, hogy pocsékul nézek ki benne, és nem engedték meg, hogy ebbe csináljuk meg. Szerintem előbb-utóbb majd írjátok meg, hogy kinek volt igaza. Szerintem nekem, csak szólok, hogy rohadt jól néztem volna ki ebben a sapkában. Vettek az én kollégáim nagyjából 2500 forintért mindenfajta alapanyagokat. Azt mondják, hogy ebből kell majd főznöm ma estére. Ilyen karácsonyi típusú valami főzést. Nem tudom, hogy mi van benne, mondom Betszó, nem tudom, mi van benne. Mindjárt megnézzük, és ki fogjuk találni, hogy mit fogunk főzni. Ez lesz a mai program. Szóval idehozták, látjátok, kérdőjel, mi fog itt történni. Feri, aha, és ebben van egy levél. Most itt az ideje, hogy bebizonyítsd, hogyan teljesítesz a váratlan szituációkban. Az előtted lévő Mystery Boxba 2500 forint értékben válogattunk hozzávalókat. A koronavírus hatása miatt sajnos sok családnak alig lesz ennél több pénze a karácsonyi menüre. Az lesz a dolgod, hogy készíts egy kétfogásos karácsonyi vacsorát ezekből az alapanyagokból, egy levest és egy főételt kell főznöd. És kívánnak nektek, nekünk kellemes ünnepeket. Hát akkor álljunk neki. És nézzük meg, hogy mit vettek nekem, jó gyerekek? Levestészta, nem túl bonyolult, két darab krumplink, zellerünk, egy elég, hát, satnya fokhagyma, van sárgarépánk, pucolt vörös hagymánk, és van itt valami csont. Ez egy sertés csont, amiből nyilván alaplevet szoktunk korábban csinálni, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Aztán, aha, ezt egyébként a világban nálunk pontosan tudjátok, hogy húsos tarjacsontnak hívják. Hát, de most csinálom, hogy valamit. Meg tök. Egy tökünk van, és csirkecombunk. Ebből fogunk főzni, jó? Akkor, hogy mi a bánat legyen ebből? Hát őszintén szóval fogalmam sincsen. Szerintem majd így gondolkodunk és gondolkodunk. A krumpli az működik, politikában is, meg úgy látom a konyhában is. Adjatok már egy pár percet tényleg. 1 hour later. Szóval nagyjából világos, hogy vannak ezek a csontjaink, ebből valamilyen húsleves irányba, alapirányba el kell menjünk. El is megyünk, mindjárt fel fogjuk rakni. Ha már adtak nekünk csirkét meg, hol a krumpin, gyerekek? Itt a krumpin. Ha adtak már csirkét meg krumpit, akkor a főétel nyilván valamilyen sült csirke lesz, valamilyen krumplival, azt mindjárt meg fogjuk akkor mutatni. Nem lesz nagyon trükkös semmi sem. Nézzük meg, hogyan pakoljuk ezeket össze és vissza. Na hajrá! Ilyen rohadt nagy csontokat vettek nekünk. Így, hát így is éppen, hogy csak. Ízítsuk be a sütőt gyorsan, mert különben sehova nem fogunk jutni. 180 fokra melegítsük előre. Nagyon jó! Csirkét elkezdjük majd csinálni. Előveszünk egy nagy öntött vasedényt. Adunk ennek egy órát, de még feljebb leszük, én szerintem 200-ra. Fogalmam sincsen még, hogy a tökkel mit teszünk, de az biztos, hogy bármerre is megyünk, köretnek vagy levesbe, meg fogjuk párolni a tököt. Ha lehetne, főzzétek, hanem pároljátok, mert hogyha főzitek, kimegy az íze. Hogyha pároljátok, akkor inkább benne marad, jó? Felvágom a tököt és megpároljuk. Na, marad hagymánk meg krumpink.
Ebből szerintem csinálunk egy ilyen hagymás krumpiszerű valamit, ez tök rendben lesz. Hozzáteszünk egy kevés krumpit, és kakukkfüvet fogunk keresni, az nem volt a csomagban, de minket ez nem érdekel, mert szerintem én itthon találok valahol kakukkfüvet. Rátesszük a párolt sütőtökünket. Na nézzük meg, hova jutottunk. Jó egy óra alatt 200 fokon. Ha nem égetném meg magam, az rohadt jó lenne, de nem tudom megígérni. Na. A csirkénk rendben van, gyerekek. Mellé tesszük a sárgarépánkat, nem szórakozunk, ami maradt, és rápirítunk 15 perc, 230 fokon, visszamegy, így levestésztánkat megfőzzük majd, hogy eszitek is, húslevesünk is előbb-utóbb, higgyétek el, több nem kell, köretünk lesz a csirkéhez, krumpival, hagymával, a textúrája nem baj, hogyha ilyen. Tehát nem kell egy ilyen típusú cuccnál turmixgéppel teljesen pépésre nyomni, lesz a dolognak valamilyen textúrája. Egészen kitűnően néz ki, és tálalunk, jó? Na, nagyjából ennyi volt a nap. Kaptam egy csomó alapanyagot, nem tudva, hogy micsodát, 2500 forintból, hogy főzzek belőle valamit két-három embernek. Próbáltak velem kibabrálni, szerintem inkább nem sikerült, persze időnként bajban voltam, nézzétek. Volt már ennél szegényebb karácsonyom is, mitagadás, újabban azért nem kell 2500 forintból, hogy megfőzzek. De amit megcsináltunk, azt szerintem rendben van. Azt remélem, hogy mindötöknek kellemes karácsonya és talán ennél egy jobb új esztendeje lesz. Ha tetszik nektek, amit itt csinálunk egy pár hete most már, és várjátok, hogy mi lesz a következő héten, akkor iratkozzatok föl a csatornára, lájkoljátok, osszátok meg, egyébként pedig tudjátok, a sapka. Szerintem sokkal jobb lett volna a sapkában. Köszönöm azoknak, akik segítettek. Most a kaját, amit itt megfőztünk, nekik pakolom össze, haza fogják vinni, és meg fogják enni. Szerintem ti is megennétek. Na, sapkával tudjátok. Sziasztok!